Szentlélek nevében. Békesség néktek! Feltámadott Urunknak ezzel a szavával köszöntelek titeket, testvéreim, amikor először léptek gyülekezetébe ezekkel a gyermekekkel, hogy a Szent Keresztség áldásában részesüljenek. Hallgassátok meg a gyermekek evangéliumát. Kisgyermekeket vittek Jézushoz, hogy kezét rájuk tegye, de a tanítványok elutasították őket. Amikor Jézus ezt látta, ezt mondta nekik: engedjétek hozzám jönni a kisgyermekeket, és ne tiltsátok el őket, mert ilyeneké az Isten országa. És ölébe vette a gyermekeket, kezét rájuk tette, és megáldotta őket. Az Úr áldja meg ezeket a gyermekeket, és őrizze meg bejövetelüket és kimenetelüket, mostantól mind örökké. Ámen. Testvéreim az Úrban, Krisztus Urunk mennybe menetele előtt ezt mondta tanítványainak: nékem adatot minden hatalom menjen és földön. Menjetek el azért, tegyetek tanítvánnyá minden népet, megkeresztelvén őket az Atyának és a Fiúnak és a Szentléleknek nevében, és tanítván őket, hogy megtartsák mindazt, amit én parancsoltam néktek. És íme, én ti veletek vagyok minden napon a világ végezetéig. Aki hisz és megkeresztelkedik, üdvözül, aki pedig nem hisz, elkárhozik. Most pedig hallgassa meg a keresztény gyülekezet azt a szent igét, amelyet erre a keresztelőre választottam, és amelyet megírva találunk a János szerinti evangélium 15. fejezetében, a 8. versben, a következő képben. Így szól hozzánk Isten igéje: az lesz az én Atyám dicsősége, hogy sok gyümölcsöt teremtek, és akkor a tanítványaim lesztek. Ámen. Ámen. Keresztény gyülekezet, testvéreim az Úr Jézus Krisztusban, kedves szülők, kedves keresztszülők, kedves gyerekek! Megmondom őszintén, hogy amikor keresztelőre készül az ember, akkor egy külön gond az, hogy az ember kiválassza, hogy milyen igével, milyen bibliai igével köszöntse a gyerekeket, a rokonságot. Nem volt egyszerű a helyzetem most sem, hiszen két családból vannak most itt gyermekek, akiket meg fogunk keresztelni, de aztán, amikor jobban belegondoltam a nevekbe, akkor rájöttem, hogy tulajdonképpen megkönnyítettétek a dolgot. Hiszen először megnéztem a Nikolett név jelentését, és ez a Nikola Niké szóból ered győzelmet jelent. Aztán a feleségem, aki jól beszél németül, említette nekem, hogy a Kirchsteier névben a Kirst az tulajdonképpen cseresznyét jelent. És hát ugye a győzelemmel kevesebb gondom volt, mert ez van a Bibliában jó párszor előfordul, hogy cseresznye nincsen benne, de mindenképpen gyümölcs, és arra gondoltam, hogy hát akkor egy olyan igét keresek, ahol van győzelemről is szó, vagy gyümölcsről is szó, és így akadt meg a szemem ezen az igén: az lesz az én Atyám dicsősége, vagyis úgy is mondhatnám, hogy győzelme, hogy sok gyümölcsöt teremtek, és akkor a tanítványaim lesztek. És kedves testvérek, olyan gyermekek állnak itt előttünk, akiket, hát ha a gyülekezet többsége nem is ismer, de én napi kapcsolatban vagyok velük. Mindnyájuk életében megjelent az Atya dicsősége, vagyis a gonosz feletti győzelem, hiszen ők most itt vannak velünk. Sőt, olyan gyermekekről van szó, akik mindenféle háttér nélkül tulajdonképpen elkezdtek vonzódni az Isten igéhez, jártak hittanórára, aztán, ahogy a szülők látták, hogy jól érzik magukat, a gyerekek, ők is támogatták őket,
örültek, hogy közöttünk vannak, és együtt fejlődnek lélekben velünk. Tehát ez most az Istennek a dicsősége, az ő győzelme, hogy ők itt vannak velünk a mai napon, és ugye nem először. Kedves Niki, kedves Gergő, ti hosszú évek óta vesztek részt a hittan oktatásban. Talán végig se gondoltátok, hogy lenne valami koncepciótok ezzel kapcsolatban. Talán nem volt konkrét célotok azzal, hogy jártatok, de mégis kitartóan jöttetek, hogy ismerkedjetek olyas valamivel, amiről máshol igazából nem hallottatok. Vonzott benneteket valami megmagyarázhatatlan erő, még akkor is, amikor a többiek már a buszmegállóban bandáztak, mert várták a buszt, hogy menjenek szőlőbe, vagy akkor, amikor a többiek már a borimlénél ették a fagyit, és akkor a srácok jöttek a hittan órára, nem foglalkozva azzal, hogy kimaradnak valami bandázásból. Tehát ebből is láthatjuk, hogy jó példái vagytok Isten dicsőséges győzelmének, és ma elérkezett a napja annak, hogy valami beérjen. Beérik a gyümölcs, a győzedelmet szerez az Isten dicsősége. Eljött a napja annak, hogy beérjen az, ami Anikánál talán most indul el, most indul fejlődésnek, hiszen jó, hogy a testvérek tudják, hogy ő kiscsoportos lévén a minap már részt vett egy hittan órán, és én tudom az édesanyjától, hogy otthon nagy izgalommal újságolta, hogy miről volt szó a hittan órán, és hogy ő jövőre járni akar, és különös gondossággal színezte ki otthon azt a színezőt, amit kapott tőlem az óvoda udvarán. Ő tehát kiscsoportos, de már most megérintette őt az ige, ahogy a bátyját, úgy őt is. Csenge még igazából nem tudja szavakkal kifejezni az ő akaratát, de reménységre ad okot az is, hogy nem hagytátok őt otthon. Itt van most velünk ő is, hogy a keresztség szentségében részesüljön. Itt van, és már most látja a nagy testvéreitől a jó példát. Tulajdonképpen már ő is tanítvány, hiszen van kitől tanulnia. Összefoglalva tehát, kedves testvérek, a gondolatokat, a tanítványságotok mindannyiótoknak jó úton halad, hiszen fontosnak tartjátok, hogy Krisztust, az Isten fiát minél jobban megismerjétek és megismertessétek a körülöttetek élőkkel is. Ez pedig arra utal, hogy már most jó gyümölcsöt teremtek. Én kívánom, kedves gyerekek, azt, hogy ebben a gyülekezetben, amely befogadott benneteket, minél több gyümölcsöt teremjetek még, és ezek által a gyümölcsök által legyen egyértelmű mindenkinek, aki csak látja a ti példátokat, hogy az Atya dicsőségesen győzedelmeskedett a gonosz felett. Áldja meg Isten a ti további életeteket, az Isten, aki azt akarja, hogy Krisztussal együtt ti is győzedelmeskedjetek, és örökké éljetek. Amen. Hajtsuk meg fejünket és imádkozzunk. Mindenható örök Isten, aki ezeknek a gyermekeknek életet adtál, és Jézus Krisztus által üdvösséget szereztél, árazd reájuk szent lelkedet. Ébreszt bennük élő hitet és igazi szeretetet, hogy ellenálljanak a bűnnek és minden kísértésnek, téged pedig mindennél jobban szeressenek az Úr Jézus Krisztus által. Amen. Most pedig inkább a szülőkhöz, keresztszülőkhöz szólok. Testvéreim az Úr Jézus Krisztusban, amikor most Krisztus Urunk rendelése szerint megkereszteljük ezeket a gyermekeket, tegyetek vallást hitetekről magatok és ezeknek a gyerekeknek a nevében, mondjátok el a gyülekezettel együtt az egész kereszténység hitvallásán, az apostoli hitvallásán. Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől,
született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atyaisten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat. Hiszek szent lélekben, hiszem az egyetemes anyaszentegyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen. Kedves szülők, kedves keresztülők, most pedig feleljetek a kérdéseimre. Akarjátok-e, hogy ezek a gyermekek a szent keresztségben részesüljenek, ezzel Isten gyermekei és Krisztus egyházának tagjai legyenek, akarjátok-e? Akarjuk. Vállaljátok-e, hogy az evangélikus egyház segítségével gondoskodtok ezeknek a gyermekeknek hívő keresztjénnyé növekedéséről, vállaljátok-e? Mi a gyermek neve? Kisler Csenge Édua. Csenge Édua, megkeresztellek téged is. Az Atyának, a Fiúnak és a Szent Életnek. A mindenható Isten, Jézus Krisztus Urunk, Atya, aki téged vízzel és szent élekkel újonnan szült, és bűnödet megbocsátotta, erősítse meg téged kegyelmével az örök életre. Ámen. Békesség néked. Mi a gyermek neve? Anna, megkeresztellek téged az Atyának, Fiúnak, a Szent Éleknek nevében. A mindenható Isten, Jézus Krisztus Urunk, Atya, aki téged vízzel és szent élekkel újonnan szült és bűnödet megbocsátotta, erősítse meg téged kegyelmével az örök életre. Ámen. Békesség néked. Gergő, megkeresztellek téged az Atyának, Fiúnak és a Szentléleknek nevében. A mindenható Isten, Jézus Krisztus Urunk, Atya, aki téged vízzel és Szentlélekkel újonnan szült és bűnödet megbocsátotta, erősítse meg téged kegyelmével az örök életre. Ámen. Békesség néked. Nikolett, megkeresztelek téged az Atyának, Fiúnak és a Szentléleknek nevében. A mindenható Isten, Jézus Krisztus Urunk, Atya, aki téged vízzel és Szentlélekkel újonnan szült és bűnödet megbocsátotta, erősítse meg téged kegyelmével az örök életre. Ámen. Békesség néked. Az Úr kegyelme maradjon mindenkor veletek. Ámen. Adjunk hálát az Úrnak, imádkozzunk. Mindenható irgalmas Istenünk és Atyánk, hálát és dicséretet mondunk neked, hogy egyházadat kegyelmesen megtartod és gyarapítod. Magasztalunk, hogy a Szent Keresztségben ezeket a gyermekeket is egyesítetted egyetlen Urunkkal és megváltónkkal. Gyermekeidé fogadtad és országod örököseivé tetted. Kérünk, tartsd meg gyermekeidet ebben a kegyelemben, hogy jó tetszésed szerint nevelkedjenek igaz hitben és Isten félelemben. Hozzád hűek maradjanak a kísértésekben,
és végül eljussanak a hívők mennyei örökségébe az Úr Jézus Krisztus által. Amen. Most pedig, testvérem, térdelj az Úr oltárához, és mondjuk el együtt az Úrtól tanult imádságot, amely minden reménység szerint ennek a két gyermeknek is mindennapos imádsága lesz. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a Te neved, jöjjön el a Te országod, legyen meg a Te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert Tied az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Kedves testvérek, most pedig énekeljük el a 299-es számú énekünk első versét. Istenünk, ha kibocsátod lelkedet, élet támad, és megújítod a földnek színét. Mert nálad van az élet forrása, a te világosságodban látjuk a világosságot, maradj kegyelmes a téged ismerőkhöz, és igazságos az igaz szívűekhez. A mi lelkünkkel együtt, hogy Isten gyermekei vagyunk. Az Úr Jézus Krisztus kegyelme legyen mindnyájatokkal. Testvéreim, Isten színe előtt gondoljunk méltatlanságunkra, és valljuk meg bűneinket, imádkozzunk. Vétkeztem ellened, Istenem, elfogadtam kegyelmedet és sokféle ajándékodat, de nem teremtem a hit és az engedelmesség, a szeretet és a szolgálat gyümölcseit. Ne vess el engem örökre, hanem add nekem új életet teremtő szent lelkedet az Úr Jézus Krisztusért. Amen.
megkönyörült rajtunk, és úgy szerette a világot, hogy az ő egyszülött fiát adta, hogy aki hisz ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Dicsőség a magasságban Istennek, a földön békesség, az emberekhez jó akarat. Szerető mennyei atyánk, áldunk és magasztalunk téged, hogy ezeket a konfirmandusokat mindeddig védted és őrizted kegyelmeddel, és megismertetted velük egyszülött fiadat, ami urunkat és megváltónkat. Kérünk, ne vondd meg tőlük áldásodat ma sem, hanem tekints rájuk kegyelmesen, és add nekik szent lelkedet, hogy növekedjenek az igazság ismeretében, és megálljanak a hitben mindvégig az Úr Jézus Krisztus által. Amen. Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól és a mi Urunktól, Jézus Krisztustól. Amen. Hallgassuk meg, kedves testvérek, Isten szent igéjét, úgy, amit az szól hozzánk, a János szerinti evangélium 8. fejezetéből, a 12. versből a következőképpen. Jézus ismét megszólalt, és ezt mondta nekik. Én vagyok a világ világossága, aki engem követ, nem jár sötétségben, hanem övé lesz az élet világossága. Amen. Kedves testvérek, az Úr Jézus Krisztusban tudjuk mindannyian, hogy Pünkösd ünnepén, Pünkösd másnapján gyülekeztünk össze ma itt a konfirmációra, az evangélikus templomban, erre az Isten tiszteletre. És aki tegnap délelőtt is itt volt az ünnepi alkalmunkon, az tudja, hogy most a Szentlélek eljövetelét azt igazából az Úr napjának az eljövetelével kötjük össze. Hallhattunk arról, hogy az Úr napjának az eljövetele az mindenki életében lehet máskor és máskor. Ugyanis ez a csodálatos alkalom, az Úr napjának eljövetele nem más, mint az a pillanat, amikor az Isten belenyúl az életünkbe, hogy kinyilvánítsa az ő akaratát. Hát kedves testvérek, a mai napon azt ünnepeljük, hogy az Úr belenyúlt ennek a 6 gyermeknek az életébe. És biztosíthatom a testvéreket, a gyülekezet tagjait arról, hogy ezeknek a gyermekeknek ettől egyig látszik az életén az, hogy az Úr napja, az Úr napjának az eljövetele
az megtörtént az ő számukra. Szóval akár melyikükre nézek, mindegyikükkel kapcsolatban van valami szép emlékem, ami bevallom őszintén az én lelki épülésemet is szolgálta. Nem feltétlenül hitbeli, nem feltétlenül közvetlenül az Isten megismerésére vonatkozó dolgok ezek, hanem az, hogy egyszerűen együtt lehettünk, és kicsit megmondom őszintén azt is, hogy gyászban van a szívem, hiszen ezenek a hittanóráknak most már vége, de bízunk benne, hogy az ifjúság tagjainak a körében majd ők továbbra is járnak közénk. Tehát mindannyiukban van valami közös emlék, vannak akik a gyülekezetnek számos hittanversenyt megnyertek, akiket csak össze kellett rántani, és már mentünk is akár egyház megyei, akár országos hittanversenyre, vagy akár itt a városban. És hadd elevenítsek fel velük kapcsolatban egy vagy két emléket, ha már őket ünnepeljük. Nekem nagyon kedves emlékem az, amikor a hittanversenyek után, ugye mindig mentünk a cukrászdába korlátlan fogyasztásra, jutalmul, és legutóbb, amikor mentünk, akkor ezek a gyerekek annyi kinder szelet süteményt rendeltek, hogy nem bírták megenni, és nekem kellett megennem. Ez egy szép emlék, akkor kicsit úgy furcsán éreztem magam, hogy nem bírnak magukkal, de ezt is megoldottuk. Aztán egy másik emlékem az, amikor mentünk a Sári Katolikus iskolába, és hát odafelé az ő kezükbe nem volt papír, nem görcsöltek azon, hogy most ők versenyre mennek. Nem voltak igazából kiöltözve se, csak ahogy az iskolából jöttek. Aztán a kocsiban a rádiót nyomkodták, mint mindig, Face FM. Megtalálták a Face FM-et, amit én korábban nem ismertem. Erről tudni kell, hogy ott egész nap ilyen dübörgős house zenék mennek. Természetesen fölnyomták a hangerőt maximumra, letekerték az ablakot, és mi így borultunk be szépen a Sári Katolikus iskola udvarára, a Magyarország Evangélikus Egyház felirattal, azok közé, a gyerekek közé, akik borzsolgatták a papírokat, és szépen ünneplőben voltak öltözve, és izgultak, hogy mi lesz a versenyen. És ki nyert? Ők nyertek. Aztán van emlékem arról, hogy valaki a tavalyi konfirmáció után, az ünnepi istentisztelet után odajött hozzám, számomra ismeretlenül, és azt mondta, hogy Milán bácsi, én akarok konfirmálni, ha lehet. És azóta egyetlen órát nem szalasztott el, felkészült, ott volt mindig velünk, és most is itt van. Aztán van olyan, aki folyamatosan úgy érezte, hogy igazából ő legszívesebben otthon maradna, de valahogy összejátszottak a körülmények mindig. Jött a nyomás a család részéről, jött a nyomás részemről, mindig összeakadt a tekintetünk az iskolába is. Hívtam, hogy na gyere csak. Aztán eljutottunk odáig, hogy Maricsúj és a többiek már csak vártak otthon a tévébe. Nem érdekelte őket. És a tegnapi napon is csodálatosan szerepelt itt közöttünk. Aztán van olyan, akiről a Facebookon egyszer megpillantottam egy gyönyörű képet, talán szilveszteri buliban készült, de ebben nem vagyok biztos, hogy világító ördög szarvacskák vannak a fején, és megjegyeztem a kép alá, a Facebookon, a Gyóni Evangélikus Egyházközség nevében, hogy ez csodálatos, konfirmáló ördög. Ilyen még nem volt. Aztán szót követett, és hát természetesen az csak egy pillanatnyi poén volt, és én vettem is a lapot, értettem, hogy szórakozni is kell. Aztán ők mind a hatan itt vannak most velünk, akik évről évre részt vettek a hittanórákon, és a kitartásukról tettek bizonyságot. Kedves testvérek, gondoljunk arra, hogy ők
ezek által, az apróságok által tulajdonképpen mindazon az úton járnak, amelynek a végén ott pislákol a fény. Ti a fény felé vezető útnak a vándorai vagytok. Pedig a világ mennyi mindennel hívogat bennünket, hogy a fény helyett valami mást kövessünk inkább. Ma, pünköst hétfőn, az embereknek nagy része, aki megteheti, az csak annyit fog fel az ünnepből, hogy hosszú hétvége van, és el lehet utazni wellness hétvégére. Az interneten tegnap megnéztem, számtalan pünkösdi akciós ajánlat van így feltintetve, hogy pünkösdi akció, de hogy ott a Szentlélek kiáradásáról van szó, vagy valami hasonlóról, egyetlen szó nincsen. Jó dolog a wellness, én is nagyon szeretem. Mindannyiunk szerint mindannyian elmennénk bármikor ilyen hétvégére, de úgy gondolom, hogy ezen a mai ünnepen, vagy ezen a hétvégén, kedves testvérek, pünköstkor a wellness hétvége maga a sötétség, amely az Isten szeretetétől való határozott eltávolodást jelent. De ti, kedves konfirmandusok, a szüleitekkel, családotokkal itt vagytok, mert nektek a pillanatnyi élvezeteknél most sokkal fontosabb az, hogy a fény felé igyekezzetek. Talán most még annyira fel sem fogjátok, de idővel meglátjátok, hogy hosszú-hosszú sötétségben való vándorlás után milyen jó a távolban meglátni egy pislákoló fényt. Nos, ez a fény az, amely reményt kelt az emberben, hogy ott van valami. Ott, ahol az a fény pislákol, van valami, ami az életet jelenti. Van valami, ami nem lehet más, mint az örömnek a forrása, a sérült életre való gyógyír. Krisztus vár benneteket. És ami felől biztosíthatlak benneteket, az az, hogy Jézus Krisztusban soha nem fogtok csalódni. A mi gyülekezetünk kész arra, hogy biztosítsa számotokra is a világ világosságára való rátaláláshoz szükséges földi feltételeket. Én csak javasolni tudom nektek, mint az Isten földi szolgája, hogy éljetek ezzel a lehetőséggel, és gyertek velünk. Gyertek velünk, hogy ne járjatok sötétségben. Ámen. Imádkozzunk. Mindenható Istenünk, igédben a tudtunkra adod azt, hogy te vagy maga a világosság, a világ világossága. Milyen jó érzés érezni és tudni azt, hogy te mindig olyas valamivel azonosítod magunkat, amire a mi életünknek nagy szüksége van. Szükségünk van rád, csak sokszor a világ sötétsége ezt elfeledteti velünk. Köszönjük, hogy most itt lehetünk, köszönjük, hogy érezzük atyai áldásodat, és kérünk téged, ne rejtsd magadat véka alá, add, hogy világ életünkben láthassuk a te fényedet, hogy tudjuk, hogy merre kell menni, és ne engedd, hogy letérjünk erről az útról. Légy velünk most és mindenkor, mindörökkön örökké. Ámen. Most pedig énekeljük el a 302-es számú éneket.
Kedves konfirmandusok! Isten az Úr Jézus Krisztusért a Szent Keresztségben gyermekeivé fogadott titeket, amikor még többek között nem tudtátok megvallani hiteteket. Konfirmációi vizsgátokon számot adtatok arról, hogy ismeritek keresztény hitünk alapvető igazságait és evangélikus egyházunk tanítását. Eljött azért most az ideje annak, hogy Isten színe előtt a keresztény gyülekezet jelenlétében vallást tegyetek hitetekről, a keresztségben elnyert kegyelemről, a Jézus Krisztus vére árán szerzett bűnbocsánatról és az örök élet reménységéről. Először mondjátok el az egész kereszténység hitvallását, az apostoli hitvallást, amelyet a kereszteléskor szüleitek és keresztszüleitek vallottak a ti nevetekben. A gyülekezet ezt állva hallgassa. Hiszek Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atyaisten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat. Hiszek Szent Lélekben, hiszem az egyetemes Anyaszent Egyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen. Kérdem tőletek, kedves konfirmandusok, akartok-e ebben a hitben megmaradni, és evangélikus keresztény hitetekről kitartó hűséggel és szolgáló szeretettel bizonyságot tenni, akartok-e? Akarok. Isten az, aki ébreszti bennetek az akarást és a cselekvést az ő tetszése szerint. Mondjátok el tehát a konfirmációi vallástételt. Én. Jó Gergő. Kérsztel Gergő. Lakos Barbara. Sinkó Ánika. Somodi Kristóf. Hálát adok Istennek, az én teremtőmnek, hogy engem a keresztség által gyermekévé fogadott. Hiszem, hogy Jézus Krisztus az én Uram és megváltom, aki nekem is bűnbocsánatot szerzett a kereszten. Vallom az evangélikus keresztény egyház tiszta és igaz tanítását, és hozzá hűséggel ragaszkodom. Kérem a Szentlélek világosságát és erejét, hogy a bűn ellen harcoljak, a szeretetben növekedjek, és a hitben megálljak, mint halálig. Amen. Keresztény gyülekezet, testvéreim az Úrban! Hívjuk segítségül Isten szent lelkét, hogy ő maga világosítsa és erősítse meg a hitben ezeket a konfirmandus testvéreinket és minket, mindnyájunkat. Énekeljük el a Jövel Szentlélek Úristen kezdetű énekünk első versét, a 229-es számú énekünk első versét orgona kíséret nélkül. Thank you.
gyenge a mi erőnk és gyarló a mi szívünk. Magunktól nem tudunk Krisztusban hinni, sem nála megmaradni. De benned reménykedünk, te minket is újjá teremthetsz, szállj meg minket és ezeket a testvéreinket, akik most szép vallást tettek sok tanúbizonyság előtt. Világosítsd meg őket, hogy Krisztushoz térjenek. Győzd meg őket, hogy Krisztusban higgyenek. Bátorítsd őket, hogy Krisztust kövessék. Erősítsd őket, hogy Krisztushoz ragaszkodjanak. Szenteld meg őket, és minket mindnyájunkat. Jövel Szentlélek, szállj le ránk. Amen. Kedves konfirmandus testvéreim, most pedig térdeljetek az Úr oltárához, és vegyétek az Úr áldását egyenként. Jó Gergő, Máté 5:8, boldogok a tiszta szívűek, mert ők meglátják az Istent. Kistajer Gergő, 2 Korintus 12:9, elég neked az én kegyelmem, mert az én erőm erőtlenség által ér célhoz. Amen. Lakos Barbara, Máté 10:22, aki mindvégig kitart, az üdvözül. Amen. Sinkó Enikő, Róma 12:21, ne győzzön le téged a rossz, hanem te győzd le a rosszat jóval. Amen. Somodi Kristóf, 121. Zsoltár, 7. vers, az Úr megőriz téged minden bajtól, megőrzi életedet. Amen. Surugli Nikolett, 2. Timóteus, 1:14, a rád bízott drága kincset őrizd meg, a bennünk lakozó Szentlélek által. Ámen. Az Atya, Fiú, Szentlélek áldjon meg és erősítsen meg titeket, hogy megálljatok a hitben mindvégig. Ámen. Konfirmált testvéreim! Egyházunk rendje szerint ezek után ti is részesülhettek az Úr Szent vacsorájában. És intelek is titeket, hogy az Úr Szent asztalához örömmel járuljatok, Isten igéjét buzgón hallgassátok és tanuljátok, a gyülekezet életében testvéri szeretettel vegyetek részt, és meg ne feledkezzetek az Úr szaváról, léghű mint halálig, és neked adom az élet koronáját. Ámen. Erősítsd meg Istenünk, amit cselekedtél értünk, és ne hagyd el népedet, kezeid a alkotását. Erősítsd meg Jézusunk, amit cselekedtél értünk, és tartsd meg, akiket megváltottál véred árán. Erősítsd meg, Szentlélek Isten, amit cselekedtél értünk, és egyesítsd híveidet békességben. Dicsőség az Atyának és a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen volt kezdetben, most és mindenkor, és mindörökkön, örökké. Amen. Jó, akkor most leülhettek. Kedves testvérek, miután a konfirmandusok felvétettek az egyházunkba, és elfoglalták a helyüket, ezután következnek most a köszöntések. Én megkérem gyülekezetünk felügyelőjét, hogy jöjjön előre és mondja el az ő köszöntését.
Kedves konfirmált testvéreim! A tegnapi nap számot adtatok a megszerzett tudásokról, és ezzel egyházunk felnőtt tagjainak sorába léphetetek. Jogaitok és kötelességeitek lesznek ezután, ugyanis a Jóni evangélikus nagycsalád csak akkor tud működni, megújulni, egy szóval élni, ha teszünk érte. Természetesen ez a feladat megosztódik, mint a konfirmációi kártyaszász is kérdése között. Soha nem egy személyre vár az egész gyülekezet gondja baja, hanem mindjárt. Ti még csak megfigyelési, esetenként tanácskozási nyomban bírtok nagykorúságotok, azután váltok teljes sokkubá. Ezeket a gondolatokat minden felgyelőnek, minden konfirmációkor el kell mondania. De el kell mondani azt is, hogy hálásak vagyunk Istennek azért, hogy gondoskodjunk mindig arról, hogy legyen Jóni gyülekezet. Reménységgel fordulunk felétek, azzal a bizalkodással, hogy tovább viszitek a hitet, nektek is fontos lesz Isten ügye, a szeretet, az igazság, a lelkiismeretesség, a tisztesség ügye. Reménykedünk, hogy nem úgy szélesen búzaszem lesz az életetek, sem a világot ellető jobbnokban nem fognak megfordítani titeket. Nem lesz könnyű megmaradni az ördög, nem lesz könnyű megmaradni. Az ördög soha nem volt ilyen csinos, ilyen csábító, mondta egyszer egy tévés beszélgetés során Epegyes Károly. De ti azért tanultatok itt, hogy tudjátok, mi a jó és mi a rossz. Tanultátok azt is, hogy az Úristen féltől szerető Isten. Megbünteti az atyák bűnét a fiakon. Tehát úgy kell élnetek, hogy utódaitoknak ne kelljen félni büntetéstől miattatok. Tegnap országszerte gyermeknapot ünnepeltek, még mi itt felnőtté avartunk teket. Ma pedig, mint a gyülekezet legfiataljai, féltön intenek, vigyázzatok, el ne tévedjetek az élet útvesztői között. Rátok nézek, és eszembe jutnak a nyári tábori emlékek. Jó volt, ahogy a május elejé konfirmációi órán láttalak, hallgattalak titeket, meg a megtanulónak anyagot bátran, őszintén kérdeztétek, már-már családi hangulatban. Nagyon összeveszetek a különböző hittan versenyeken szerzett nagyon jó helyezéseiteket. Mindezekért köszönetet az Úristennek kell mondani. Ő vigyázott rátok, és ő óvta lépteitek. Szeretettel várunk ezután is a gyülekezeti alkalmakra, ígérem, figyelni fogjuk életetek alakulását. Kívánom, hogy vágyaitok beteljesedjenek, sok boldogság, öröm kísérje, jövendő életetek minden napját. Nevetekben megköszönöm László Milánnak, lelkészünknek is, hogy szeretettel tanított és készített fel a konfirmációs vizsgára. Köszönet illeti szüleiteket, keresztszüleiteket, nagyszüleiteket, hogy a keresztelő vállalt feladatot véghez vitték, és elhoztak gyülekezetünkre titeket. A gyülekezetet pedig arra kérem, hordozza imádságban ezeket a fiatalokat. Hívja segítségül az Úristen nevét, hogy megtartsa hitüket, és erősítse az életük minden napján. Kierkegaard azt mondta, az ember legnagyobb lehetősége, hogy elfogadja Isten segítségét. Ne szalasszuk el ezt a lehetőséget, és ezt szalasszátok el életben. Köszönjük szépen. Most pedig akkor átadjuk a gyülekezet, illetve az Északi Evangélikus Egyházkerület ajándékát a konfirmandusoknak, és akkor népsor szerint kérem őket, hogy jöjjenek ki, akkor készfogással ezt vegyék át. Jó, gyerünk! Kista Ergerző. Lakos Barbara. Zsiko Enikő. Somogyi Kristóf. Thank you.
Kedves Milán bácsi, néhány éve együtt utazunk egy vonaton, ami most ünneplőkkel teli virágos állomásra érkezett. Az eddig megtett úton akadt, aki leszállt, jöttek újabb utasok, és van, aki már egy másik kocsiban teljesít szolgálatot. Mi konfirmandusok, szeretettel köszönjük Milán bácsinak, hogy kalózunk ezen a vonaton, segít megismerni és megérteni az erőt, ami a mozdont irányítja, hajtja és jó úton tartja. Örömmel várjuk az új és új állomásokat, és reméljük, hogy még sokáig együtt utazhatunk. Hát a jó is várja meg ezt a törekvésünk, bízunk benne, hogy így is lesz. Köszönöm szépen, gyerekek, és higgyétek el, hogy én is az én részemről is csak köszönet élet benneteket, illetve köszönetet mondhatok nektek, mert sokszor egyszerűen lehet a szolgálat, de azért a gyerekeknek a mosolya, kitartása, a kérdések, a sok nevetgélés, a játék, az mind előtt. És én hiszem azt, hogy a mindenható Isten szent lelke az a gyerekeken keresztül is velünk van, és én érzem, ez nem csak az ő, hanem a többi generációtól is, a többi generációtól is. És Istennek hála az utóbbi években, akik konfirmáltak itt a gyülekezetben, ők évről évre erősítik a gyülekezetünk ifjúságának körét. És én kérem a mindenható Isten, hogy tartsa meg ezt a jó szokását, hogy továbbra is így legyen, és áldja meg ezt a 6 gyermeket is, és hogy velük bővüljön az ifjúsági kör. Jöjjenek velünk kirándulni, táborozni, legyünk együtt péntekenként, amikor mondjuk télen kint süvít a jeges szél, bennek befűtött helységekben biliárdozunk, illetve igét hallgatunk, vagy éppen csocsózunk, vagy pókerezünk, teljesen mindegy. Én kérem őket, hogy jöjjenek közénk, emlékezzenek arra, amit tanultak, és tartsák karba az ő hitüket. Úgyhogy közöttünk maradnak. Köszönöm szépen ezeket a megható szavakat, és Isten szeretetét ajánlok minden diótokat, benneteket. Kedves testvérek, most pedig jó szokás szerint köszöntjük azokat a testvéreinket, akik jubiláló konfirmandusként vannak itt közöttünk. Belépek az oltár térbe, és akkor 5 évenként fogom szólítani a jubiláló konfirmandusokat. Jó, akkor elmondom az istentiszteletünk ezen szakaszának a rendjét. Én fogom mondani azt, hogy kik hány éve, illetve tehát, hogy a jubilálóknak az évét, hogy hány éve konfirmáltak, és aki hallja a saját évét, az kérem, hogy jöjjön ki ide az oltár elé. Itt félkörbe, ahogy a lehetőségek engedik, álljunk fel, nem kell letérdelni, álljunk fel, és akkor körönként, vagy félkörönként kapnak egy-egy igei áldást. Tehát akkor most először azokat kérem, akik 5 évvel ezelőtt konfirmáltak itt a gyülekezetünkben. Látom, hogy emelkednek az emberek, nagyszerű. Tehát 5 éve álltak, vagy ültek ugyanitt, ahol ezek a gyermek, és akkor ide álljunk fel. Jó, akkor kérem azokat, akik 10 éve, tehát 5 és 10 éve, mert látom, hogy akkor bővülhet a kör tovább. Tehát 5, illetve 10 évvel ezelőtt konfirmáltak. Úgy látom, bővíthetjük a kört, akkor a 15 évvel ezelőtt konfirmáltakat is kérjük, hogy jöjjenek ki, ha van ilyen. 15 évvel ezelőtt konfirmáltak. És akkor csatlakoztatnak a 20 éve konfirmáltak is. Tehát akik 20 évvel ezelőtt vettek részt a konfirmáción. Én vagyok a szőlőtő, ti a szőlővesszők. Aki én bennem marad, és én ő benne, az terem sok gyümölcsöt, mert nélkülem semmit nem tehettek. Ámen. Köszöntelek benneteket, köszöntöm a konfirmandusokat, akik 5, 10, 15, illetve 20 évvel ezelőtt konfirmáltak, és Isten gazdag áldását kérem a további életükre, életetekre. Erős várom Isten.
Köszönjük szépen. Akkor helyre lehet fáradni. És akkor most pedig a 25 évvel ezelőtt konfirmáltakat kérjük. Úgy látom, hogy jöhetnek a 30 évvel ezelőtt konfirmáltak is, tehát 25 és 30 évvel ezelőtt konfirmáltak. Jöhetnek a 40 évvel ezelőtt konfirmáltak is. Tehát 25, vagy 35 kimaradt. Jó, 35. Elnézést. Tehát 25, 30, 35 évvel ezelőtt konfirmáltak. És akkor jöhetnek a 40-esek is. Tehát akik még 40 évvel ezelőtt konfirmáltak. 40 év, nincs 40 éves? Akkor 45. Évvel ezelőtt konfirmált testvérek. Én vagyok az élet kenyere, mondja Jézus, aki én hozzám jön, meg nem éhezik, és aki hisz bennem, nem szomjazik meg soha. Isten áldását kérem a 25, 30, 35, 40 és 45 évvel ezelőtt konfirmáltak életére is. Isten tartsa meg őket is továbbra jó egészségben, és várjuk őket ide a gyülekezetünkben vissza, bármikor, akik elszármaztak tőlünk, azokat is bármikor szeretettel látjuk. Erős vár a mi Istenünk. Ötven évvel ezelőtt konfirmáltakat várunk az oltárhoz. Ötven évvel ezelőtt konfirmáltak. Igen, ez látszik, hogy ez egy komolyabb jubileum, úgyhogy többen eljöttek ebből az évfolyamból. Keressétek az Urat, amíg megtalálható, hívjátok őt segítségül, amíg közel van. Ámen. További jó egészséget kívánok, Isten áldását kérem az évfolyamra, és ezt az összetartást, ezt tartsák fenn a testvérek, és ehhez kérjék folyamatosan Isten gazdag áldását. Erős vár a mi Isten. Köszönjük szépen! Köszönjük szépen! Isten áldja meg a további életünket! Azokat várjuk, akik 55 évvel ezelőtt konfirmáltak gyülekezetünkben. Konfirmáltakat várjuk. Hatvan évvel ezelőtt konfirmáltakat várjuk. 60 éve konfirmáltak. Hatvan öt évvel ezelőtt konfirmáltak. Azt gondolom, eljutottunk odáig, hogy most már mondhatom, hogy akik még jubilálnak, és még nem álltak itt kint, azokat még várjuk. Tehát 65, 70, 75, 80, 90, 100. Tehát akkor, igen, várunk mindenkit ide.
Harcold meg a hit nemes harcát. Ragadd meg az örök életet, amelyre elhívattál, és amelyről vallást tettél, szép vallástétellel, sok tanú előtt. Amen. Engedjék meg a testvérek, hogy példaként említsem önöket a mai konfirmandusainknak, hiszen a gyülekezetnek tagjai a mai napig az ilyen régen konfirmált testvérek, úgyhogy az ő nevükben is kívánom az Isten gazdag áldását további életükre, kitartást az Isten ügye mellett, és jó egészséget elsősorban. Jó Isten tartsa meg minél tovább közöttünk, és várjuk természetesen önöket is ide továbbra a gyülekezetünk köreibe, alkalmaira, Isten tiszteleteire. Erős áram Isten. Köszönjük szépen. Ja, Katonéni, tessék csak nyugodtan, akkor egy pár szót szólna Katonéni. Kedves gyerekek, akik most vallást tettetek Isten előtt, a gyülekezet előtt, várunk továbbra is benneteket az egyházhoz, és ne felejtsétek el, fogadjátok szívetekbe azt a szép terset, amit remélik Sándor ír. Ne hagyjátok a templomot és az iskolát. Várunk benneteket a gyülekezetbe. Nagy szeretettel. Köszönjük szépen, Katoni. Minden jót kívánok. Hirdetem a keresztény gyülekezetnek, hogy megterítettük az Úr Szent asztalát a konfirmáltak és híveink számára. Szeretettel hívunk mindenkit az úrvacsorai közösségbe. Kedves esőrek, továbbá hirdetem az úrvacsorának a rendjét. Először természetesen újonnan konfirmált testvéreink fognak úrvacsorát venni, aztán utána a gyülekezet presbitériumának tagjait várjuk a következő körökben, és a presbitérium tagjai után pedig a családtagok, illetve a gyülekezet további tagjai vesznek majd úrvacsorát. Az úrvacsorára készülve énekeljük a 308-as számú énekünk első versét. Mindenható örök Isten, aki szeretett fiadat üdvözítőül küldted hozzánk, hogy benne életünk és teljes megnyugvásunk legyen, csendesíts el minket színed előtt. Vágyakozunk a te gyermekeid szabadságára, arra a békességre, amelyet egyedül te adhatsz.
Szent lelked által szólj a mi lelki ismeretünkhöz. Láttasd meg velünk azt, ami fogva tart minket és elválaszt tőled. Mutasd meg nekünk azt, ami békességünkre szolgál, és te magad munkáld bennünk azt, ami tetszésedre van. Adj alázatos szívet és igaz hitet, hogy az Úr asztalához járulásunk áldássá legyen számunkra. Ámen. Testvéreim az Úrban! Amikor most az Úr szent vacsorájának ünneplésére készülünk, vizsgáljuk meg magunkat Isten színe előtt, hallgassuk meg a 10 parancsolatot. Ezt mondja az Úr. Én vagyok az Úr, a te Istened, ne legyen más Istened. Ne vedd hiába Istened nevét. Szenteld meg az ünneplapot. Tiszteld atyádat és anyádat. Ne ölj, ne paráználkodj, ne lopj, ne tégy fele barátod ellen hamis tanúbizonyságot. Ne kívánt fele barátod házát, ne kívánt fele barátod házastársát, vagy bármiféle tulajdonát, mert én az Úr, a te Istened, féltőn szerető Isten vagyok, aki megbüntetem az atyák bűnét a fiakon, harmad és negyed ízig azokon, akik engem gyűlölnek, de kegyelmet gyakorlok ezer ízig azokkal, akik szeretnek engem, és megtartják az én parancsolataimat. Krisztus Urunk ezt mondja a parancsolatokról. Szeresd az Urat, a te Istenedet, teljes szívedből, teljes lelkedből és teljes elmédből. Ez az első és nagy parancsolat. A második pedig hasonlít ehhez. Szeresd fele barátodat, mint magadat. Nincs más parancsolat, amely nagyobb ezeknél. Az Úr Jézus Krisztus apostola ezt tanítja, ha azt mondjuk, nincsen bűn mi bennünk, magunkat csaljuk meg, és igazság nincsen bennünk. Ha megvalljuk bűneinket, hű és igaz az Isten, megbocsátja bűneinket, és megtisztít minden gonoszságtól. Ezek után, akik élni kívánnak az Úr szent vacsorájával, helyükről felállva feleljenek a gyónási kérdésre. Az élő Isten színe előtt kérdem mindenkitől személy szerint testvérem az Úrban. Vallod-e magadat bűnösnek és ezért kárhozatra méltónak? Vallod-e? Bánod-e igazán bűneidet? Bánod-e? Megbocsátottál-e mindazoknak, akik vétkeztek ellened? Megbocsátottál-e? Igyekezel-e ezután Isten akarata szerint élni? Igyekezel-e? Hiszed-e, hogy Isten a Krisztusért megbocsát a megtérő bűnösnek? Hiszed-e? Legyen néktek a ti hitetek szerint. Helyünkön állva maradva, ezzel a hittel könyörögjünk Isten irgalmáért. Imádkozzunk. Vallom előtted, szent és igaz Isten, hogy vétkeztem ellened és embertársaim ellen, gondolattal, szóval és cselekedettel. Sok jót elmulasztottam, sok rosszat elkövettem. Nem vagyok méltó kegyelmedre, méltó vagyok ítéletedre. Hozzád fordulok, mégis nincs más reménységem. Szent fiadért, az Úr Jézus Krisztusért kérlek, légy hozzám irgalmas, és bocsáss meg bűnömet. Ámen. Testvéreim, Isten megkönyörül mindenkin, aki a bűn mélységéből kiált hozzá. Ezért rendelte az Úr az egyházában a bűnbocsánat és a békéltetés szolgálatát, amikor feltámadása után ezt mondta tanítványainak, békesség néktek. Ahogyan engem küldött az Atya, én is úgy küldelek titeket. Akiknek bűneit megbocsátjátok, megbocsátatnak azoknak, akikéit megtartjátok, megtartatnak. Ezért az Úr rendelése szerint hirdetem bűneitek bocsánatát, hogy oldozva legyenek a földön és a mennyben, az Atya, Fiú, Szentlélek nevében. Bízzatok és örüljetek bűnbánó és Krisztusban reménykedő hívek. Isten megbocsátotta bűnöteket. Az ő szent lelke legyen veletek, hogy teremjétek a megtérés gyümölcseit az Úr Jézus Krisztus által. Thank you.
Adjunk hálát az Úrnak, és magasztaljuk szent nevét, imádkozzunk. Méltó és igaz, illő és üdvösséges, hogy mindenhol és mindenkor hálát adjunk neked, mindenható Atyánk és örök Istenünk, a Jézus Krisztus által, mert elküldted szent lelkedet és egyházat gyűjtesz magadnak a világban. Ezért az üdvözültek mennyei seregével és a földön élő egész anyaszent egyházaddal együtt boldogan áldunk és magasztalunk téged, és újjongó énekkel hirdetjük szent neved dicsőségét. És megörvendezteted jóságoddal minden teremtményedet. Ételt és italt adsz az embereknek, hogy életük legyen, és boldogan adjanak hálát te néked. Nekünk pedig lelki ételt és italt és örök életet is adtál a te szolgád, Jézus Krisztus által. Ezért a nagy irgalmadért kérünk, küldd el most szent lelkedet, és szentelj meg minket, hogy a mi Urunk szent teste és vére által egyetlen testvéri közösségé legyünk, amikor most rendelése szerint cselekszünk, és tanítása szerint így imádkozunk. Mi, Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne védj minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Hallgass meg imádságunkat, ami Urunk Jézus Krisztusért, aki azon az éjszakán, amelyen elárultatott, kezébe vette a kenyeret, hálát adott és megtörte, tanítványainak adta és ezt mondta. Vegyétek, egyétek, ez az én testem, amely ti értetek adatik. Ezt cselekedjétek az én emlékezetemre. Hasonlóképpen miután vacsorált, kezébe vette a poharat is, hálát adott, nekik adta, és ezt mondta. Ígyatok ebből mindnyájan, e pohár az új szövetség az én véremben, amely ti értetek, és sokakért kiontatik bűnök bocsánatára. Ezt cselekedjétek, valamennyiszer isszátok az én emlékezetemben. Ezért valamennyiszer eszünk-e kenyérből, és iszunk-e pohárból, az Úr halálát hirdetjük, amíg el nem jön. Mert méltó a megöletett bárány, hogy övé legyen az áldás és a tisztesség, a dicsőség és a hatalom örökkön örökké. Thank you.
és örökké, és mindent megteszel üdvösségünkre, add meg most mindenkinek azt, amire szüksége van. A kételkedőnek hitet, a gyengének álhatatosságot, a kemény szívűnek megtérést, az elesettnek új erőt, az aggódónak megnyugvást, és a szomorkodónak vigasztalást. Egyesíts minket szent tested és véred közösségében, hogy valamennyien részesüljünk minden értelmet meghaladó békességedben, és megízleljük eljövendő országod örömét. Uram, nem kételkedem igédben, cselekedjél velem irgalmat szerint. Ámen. Az Úr békessége legyen mindenkor veletek, íme minden kész, járuljatok az Úr megterített asztalához. Békesség.
imádkozzatok, és így töltsétek be a Krisztus törvényét. Thank you.
teste és vére, tartson meg titeket az igaz hitben, a szeretetben, az örök élet reménységére. Menjetek el imád békességgel, az Úr veletek. Adjunk hálát az Úrnak, imádkozzunk!
Áldunk téged, mindenható Istenünk, hogy örömöt és békességet ajándékoztál Krisztus Urunk testének és vérének közösségében. Kérünk, őrizd meg bennünk ennek a közösségnek az áldásait, hogy erősíten ragaszkodjunk hozzád, és őszintén szeressük embertársainkat az Úr Jézus Krisztusért. Ámen. Testvéreim, menjetek el és hirdessétek az Úr halálát és feltámadását. Tegyetek bizonyságot szeretetéről. Ti, akik megtapasztaltátok a bűnbocsánat örömét, építsétek a testvéri közösséget az emberek között megbocsátással és önfeláldozó szeretettel. Végezetül pedig vegyétek az Úr áldását. Istenek népe, az Úr áldjon meg és őrizzen meg téged. Az Úr világosítsa meg az ő szent orcáját te rajtad, és könyörüljön te rajtad. Az Úr fordítsa az ő szent orcáját te felé, és adjon te néked békességet. Önökért vagyunk.